Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, engedjétek meg, hogy bemutatkozzam. Herden Károlynak hívnak, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtani Egyetemnek a mesteroktató vagyok. A karunkról, ha valamit akartuk, akkor ezen a dolgon lehet elindulnod. Valóban még egy ilyen QR kód is, aki nem szeret gépelgetni. Úgyhogy amiért jöttünk, összejöttünk, az azért, hogy fizika kísérleteket fog nektek ma bemutatni. A fizika az életünknek az a tárgya, amit a legtöbb felmérés szerint a diákok a legkevésbé szeretnek. Ezzel teljesen tisztában vagyok. Azt azért pontosan tudjuk, hogy a fizika egy nagyon fontos dolog. A mindennapi életben a fizika úgy élhető tettem, hogy bármit a kezetekbe vesztek, abban biztos, hogy van fizika tudás. És azt kell mondjam, hogy a fizikának a módszere az, hogy az ember megfigyeli a természetet, ha a természetben talál valami érdekes dolgot, akkor azt az érdekes dolgot felidézi. Ez azt jelenti, hogy megpróbálja az ember négyszer láthassa ezt a dolgot, ami fontos. Aztán, hogyha az sikerül, akkor vannak ennek a felidézésnek szabályai, ezeket kísérleteknek hívják. A kísérletek alatt érdemes mérni, a mérés adatokat táblázatba rendezni, és a táblázatok alapján az ember vagy rálátásra látja, vagy ha nem látja, akkor képleteket úgy tudunk csinálni, hogy először az összetartozó értékpárokat matematikai módszerekkel ábrázoljuk. Megvannak ezek az ábrázolók, körvék vagy grafikonok, táblázatból készített diagramok, és akkor ezeknek a segítségével tudunk egy képletet csinálni. Ez a képlet lesz, ami tömören, matematikai módon összefoglalja, hogy hogyan működik a világnak az a része. Ha ez megvan, és ezt már jól megértettük, akkor odaadjuk az egészet mi fizikusok a mérnököknek, és a mérnökök csinálnak ebből mindenféle dolgokat. Hát, hogyha belegondoltok, hogy vannak, kinek nincs mobiltelefonja közületek, ugye nyugodtan mondhatom, van mindenkinek. A mobiltelefon fizika nélkül soha büdös életben nem lett volna, nem lett volna közlekedés. Ha megnézitek, akkor kényelmes lakásokban élhetünk, és ennek az a alapja, hogy a fizika tudásunk megvan. Mert megfelelő módon el tudjuk látni energiával, hővel, villamos energiával. Tehát gyakorlatilag azt kell mondjam, hogy az élet minden részét átszívja a fizika, csak az emberek nem hajlandók tudomásul venni. Na most, hogyha valaki megérti azt, hogy hogyan működik a fizika, akkor az is lehet, hogy megszeretni. Éppen ezért a legegyszerűbb és a leg... És nem a, ha valaki szereti mondjuk az édességet, akkor az édesség is úgy szokott kinézni, hogy nem kimazsolázza belőle azokat, ami finom dolgok. Hát most a kísérletekkel fogunk foglalkozni, úgyhogy fogadjátok sok szeretettel az első kísérletet. Az első kísérlet főszereplője a vödör lesz. Ebben a vödörben öntünk egy kis forró vizet, és ezt a forró vizet össze fogjuk önteni egy nagyon hideg anyaggal. Ez a forró víz majdnem 100 Celsius fokos, nemrég melegítettem meg. És a másik anyag, amit hozzá fogunk önteni, az 300 fokkal hidegebb. Ezt úgy hívják, hogy cseppfolyós ütőgép. Nézzétek meg, ebben az edényben hoztam, és ezt a kettőt össze fogjuk önteni. Az egyik farkasordítóan hideg. Ilyen hideg a Földön természetes körülmények között sohasem fordul elő, ez mínusz 196 Celsius fok hideg, ez meg majdnem 100 Celsius fok meleg. Nézzétek meg, ez a végeredmény. Hát ha tetszik a dolog, akkor valami ilyesmi dolgot lehet majd megfigyelni. Amit láttok, hogy egy forró anyag és egy hideg anyag találkozik, kiegyenlítődik a hőmérséklet, a forró anyag lehűl, a hideg anyag fölmelegszik, és a végeredmény egy ilyesmi. Amit itt láttok, az nem más, mint egy köd. Ez a köd ez úgy keletkezik, hogy a vízcseppek, amelyek forrásban, vagy tehát gőzformájában a víz fölötti térben ott vannak, ezek elkezdenek lehűlni. A lehűléskor a víz elkezd összetapadni a víznek a molekulái, és hogy elkezdenek összetapadni, egyre nagyobb és nagyobb csöppet formálnak, és amikor ennek a csöppnek a mérete akkora lesz, hogy zavarja a fény terjedésének irányát, akkor látjuk ezt a jelenséget. Tehát egy nagyon egyszerű dologról beszélünk. Ha most valaki még megkérdezi, hogy a hőtan
és mely részén kéne ezt elmondani. Hát ez egy például nagyon szép energetikai átalakulás, hiszen a kis energiájú és a nagy energiájú helyet összeengedjük, és akkor az egyik helyről vándorol a másik helyre az energia. Ebben a folyamatban csak ő energiáról beszélünk. Ami még nagyon fontos, nem tudom mennyire hallgattok híreket, hogyha még véletlenül is belehallgattok egy hírbe, manapság, amióta kitört az ukrán háború, azóta szinte minden egyes hírekben szerepel, hogy kevés az energia, takarékoskodni kell, sokba kerül, gondolom hallottatok ilyeneket. Na most, hogy ezt az energia a fizikusok számára egy olyan fogalom, amiről azt lehet mondani, hogy egy nagyon bonyolult fogalom, azt is mondhatom, hogy a legnehezebben tanítható fizikai fogalom, hiszen a fizikának minden fejezetében benne van. Benne van a mechanikában, hőtanban, az optikában, tehát rezgéstan, hullámtan, mechanizmusok, ezek mind-mind azok a részek, ahol az energiáról tudunk beszélni. És addig, amíg az ember az összes folyamatot, tehát összes részét a fizikának meg nem tanította, addig csak részeket tudunk. Tehát csak töredéket tudunk, egész akkor lesz, hogyha az egészet megtanít a fizika, minden fejlődik. Hát majd erre lesz példa. Az első dolog az lesz, hogy én arra gondoltam, hogy megmutatom nektek a diótörésnek a fizikáját. Mindennek van fizikája, tehát a diótörés az ugye most ér is aktuális. Nem sokára jön a karácsony, beégést kell csinálni. A beégőnek az egyik alapvető eszköze a dió. És akkor nézzük meg, hogy a diótörés fizikájáról mit lehet mondani. Itt vannak eszközök, ki az, aki van kedve nekem segíteni? Na akkor te is jön? Neked van kedve? Jó, gyere, akkor. Az a helyzet, hogy az első ilyen kísérlet az annyiban lesz izgalmas. Mi a keresztneve? Dani. Az a helyzet, hogy az első dolog az lesz, hogy megnézzük az eszközökről, hogy ez a dolog, ez minek látszik. Hát, és az is, nem bívészkedik, nyugtass meg, nem húgarocszerből van megcsálva és lefestelen, ez egy igazi valóságos kalapás. Ez, ha megnézni, ez még diónak látszolták, de majd a megtörésekor ezt látni szeretnék. Tényleg dió. Gyere el ide a helyedre, és azt fogjuk csinálni, hogy neked lesz a feladatod, hogy a diót megtörjed a fejemen. Kalapáccsal. Jó, tehát azért mondom, hogy megnézzük, hogy hogy is működik ez. Nézzétek meg! A dió megtöréséhez nagy erőre van szükség, gondolom, ezt mindenki tudja. És ez a nagy erő, ez lehet, hogy azt gondoljátok, hogy ez nekem fájni fog, de van fizika, és ezért a fizika segítsége, nem tudom, hogy lehet ezt az egészet megúszni. A fejemre teszek én egy 5 kg-os közérsúlyt. És megkérem Danit, hogy ennek a tetején üsse majd a diót és törje meg. Figyeljétek meg az ujjammal, csak a súlyt lecsúszni nem engedem. Na, akkor... Most? Mert persze. Úgy van. Na most akkor a fizikának van egy nagyon fontos előírása, hogy amit meg tudunk egyszer csinálni, akkor izgalmas az egész, azt többször is meg tudjuk csinálni. Tehát Dani, kedves, légy szíves, törjél még legalább 3 szem. Jó, hogy lássuk, hogy a fizikai kísérlet oda az asztal sarkára. Oda a sarkára letesszük. És akkor a fizika kísérletekről jusson eszetekbe mindig, hogy a fizika kísérletek megismételhetőnek kell lenni. Amelyik jelenség nem megismételhető, az általában az, hogy nem a fizika körébe tartozik. Mi lenne, most egy kicsit nagyobbat ütnél rá, jó? Ugye esetleg az első körig elrepülnek ezek a diórészecskék, na még egyet, akkor haladjunk, mert az idő az telik. És akkor azt kell látni, hogy tulajdonképpen nem más történik, nagyon helyes, nem más történik, mint az, hogy látjuk azt, hogy a kísérlet megismételhető, én még mindig jól érzem magam, fizikóra megtartására még mindig alkalmas, most jön az a lényeges dolog, amit szeretnék nektek elmesélni. Van egy másik dolog a fizikával kapcsolatosan, a fizikai tárgy, egy olyan tárgy, ami objektív, kicsit még nem ennyi. A fizika, mint objektív tárgy, azt jelenti, hogy az ember tudásától és hajlamától teljesen független. Tehát, még egyszer mondom, tehát, hogyha én tudom a fizikát,
láttátok, hogy a fizika kísérlet elég jól sikerül. Te tudod jól a fizikát? Igen. Szerintem azért, mondjuk hozzám képes, lehet, hogy kevésbé tudod. Na, viszont megnézzük azt, hogy ha a te fejeden törünk ugyanígy bírót, az hogy úgy törünk, foglalj helyet, jó? És akkor utána meg is fogjuk beszélni, hogy ennek a súlynak mi a szerepe. Fogd meg ezt a súlyt, tedd fel a fejedre, úgy tegyed, hogy oldalra ne csúszson le, láthatod, tartottam, ugye? Szereted a diót egyébként? Igen. Jó, akkor török neked egy pár diót, figyelj. Török neked egy pár szendiót, nézem a szebbeket, kiválogattam neked. És akkor nézzük meg, ráteszem a diót, ide megfelelőre, ráütök egyet, fájt, ugye? És akkor azt hiszem nagyon szépen látszik az, hogy megtöröm a diót, és Dani egészen jól érzi magát, semmi baja nem történik. Meg kell nézhetjük, hogy mi lehet ennek a magyarázata, mi lehet ennek a jelenségnek a magyarázata, és akkor elkezdjük vizsgálgatni ezt a nagy testet, ezt is így. Ha megnézitek, akkor ez a test nélkül biztos, hogy fájna a diótörés. Köszönöm szépen a segítséget. Ennek a testnek még nem ennyi az, hogy várjál, még én ott nem ülsz a diótörés. Ennek a testnek van egy fizikusok, mi úgy mondjuk tehetetlensége. Ez azt jelenti, hogy ennek a testnek a tehetetlensége egy bonyolult fogalom. Azt jelenti, hogy ellene szegül annak, hogy megváltoztassuk a mozgásállapotát. Így mondja a fizika. Nézzétek meg, ha fogom ezt a súlyt, és így oldalról így odébb vágunk a lapáccsal, meg sem moccan, alig moccan meg. Ez a lényeg egyébként. Megtenéd, hogy ezt megtartod? Igen. Megbírod tartani? Igen. Vigyázz, hogy el ne esél, hogy el ne ráncson téged. Azt fogjuk megmutatni, hogy én fogom ezt a diót, nézzétek meg, megtöröm, és azt lehet megnézni, hogy a dió megtörik. Így, amint látjátok, kettő törtük, mindjárt nézzünk egy másikat, kicsit tudod magasabbra menni? Kényelmesen. Nézzétek meg, hogy mennyire nem mozdul meg ez a vasdarab. Úgy is mondhatnánk, hogy ennek a vasdarabnak a tehetetlensége felelős azért, hogy a szebb diókat neked adunk. És ha valakinek tetszik, akkor kínáld meg őt a dióval, és mondd meg, hogy nagyon sok fizika tudás van neked a dióterületben. Jó? Na tessék! Tehát odáig jutottunk el, hogy a fizika meg tudja mutatni azt, hogy mit jelent az a fogalom, hogy tehetetlenség. Minél nagyobb test, annál nagyobb a tehetetlensége, annál nehezebb megváltoztatni az ő mozgásállapotát, ha nyugalomban van elmozdítani, ha pedig mozog, megváltoztatni az ő sebességét. Jó, tehát ez azért fontos a mindennapi életben. Ki az, aki szeret közöttek focizni? Senki? Ugye a futballban, hogyha oda megy az ember a pályára és el akarja a másik embert sodorni, mi kell hozzá? Hát azt könnyű elsodorni, aki kicsi, és azt tud könnyedén elsodorni másokat, aki nagyobb tömegű, igaz? Világosan látszik, hogy itt is a tehetetlenségnek nagy szerepe van, tehát adott esetben a sport erre nagyon jó példát mutatta. Azt kell mondjam, hogy egy másik kísérlettel is megnézzük a diótörésnek a fizikájáról, mit tudunk hozzátenni. Pillanat. Amit szeretnék megmutatni, hogy nézzétek, van egy házilagosan készített diótörő szerkezet. Ebbe a kis lukba betesszük magát a diót. És hogyha ezt a diót ide szépen én beteszem, ráteszem ezt a golyót, nem történik semmi. Mert a golyó nem nyomja elég nagy erővel. Viszont, hogyha fogja az ember és fölemel ebből a magasságból elemzi, akkor azt hiszem nagyon szépen látszik, hogy a dió megtörik. Nézzük meg magát a folyamatot. Akkor, amikor én ezt a golyót elkezdem fölemelni, akkor ahogy emelem és emelem följebb, úgynevezett munkavégzés történik. A munkavégzés során a golyónk minél nagyobb tömegű, minél magasabbra emeljük, annál több munkával tudjuk innen idáig fölemelni. Ha fölemeltük ezt a golyót, és elengedjük, a golyó elkezd lefele zuhanni, és egyre nagyobb és nagyobb sebessége lesz. Hogyha a sebessége megfelelő nagyságú, akkor a dióval ütközve az azt meg is fogja törni. Nézzük meg még egyszer. Tehát, hogyha én fogom, ide teszem be a diót, és csak egy picit emelem föl, akkor azt hiszem nagyon szépen látszik, nem törik meg. Ha még följebb húzom, akkor már lehetséges, hogy megtörik. Tehát gyakorlatilag
a diótörésnek a fizikája abból, tehát ahhoz, hogy a diót megtörjük, dolgoznunk kell, munkavégzés felemelem, elengedem, és amikor a tehetetlenségből ebben a kísérletben is tudunk mondani, hiszen ez a golyó, amikor elindul és találkozik a dióval, akkor a dió szeretné őt megállítani. Igaz? És mivel hogy a dió nem, tehát ha úgy tudja megállítani, hogy erővel kell erre hatni, de az az erő a diót meg megtöri. Tehát tulajdonképpen a diótörés munkavégzéssel kapcsolatos dolgait nagyon szépen ezzel meg lehet mutatni. Ami ezután jön, az most már egy másik témaköre a fizikának, még mindig a diótörésnél vagyunk. A diótörés pedig úgy fogjuk megcsinálni, hogy építünk oda egy pici készüléket. Maga a készülékben nem látszik, hogy ebben fizika van, ugye? Itt egy mókuskát látunk, akinek jár a pofája alulról fölfelé, hogyha ezt a farkát mozgatjuk. Itt, ha beléz valaki, akkor szerintem jól lehet látni, hogy ez van benne egy fogaskerék, ez a fogaskerék végzi az egészet. Amit érdemes megfigyelni, hogy ha én ennek a mókusnak ezt a farkát elkezdem mozgatni, akkor ekkora utat jár be, nézzétek meg, körülbelül ekkora utat jár be, és ez alatt, az idő alatt a mókus pofája itt csak éppen az 1/5 mozogja. Ez azt jelenti, hogy ha én ezt itt lenyomom, nagyon hosszú úton kiserőt fejtünk ki, a másik oldalon pedig egy nagyon nagy erő rövid úton fog működni. És ez azt jelenti, hogy nagyon könnyedén meg tudjuk roppantani a diót, alig kell hozzá erő, fogja az ember egy kicsit, és akkor már meg is van törve a diót. De ha szeretnél van mondani, meg akarod, ki akarod próbálni? Na gyere akkor! Gyere! Gyere! Nyugalom, nyugalom! Csücsre, gyere akkor! Majd még foglak szólítani, de nem most, jó? Tessék, meg lehet próbálni, beteszünk a diót. Az a helyzet, hogy úgy álljál, kérlek, hogy kamera lássuk téged, mert hogy lássuk azt, hogy mindenkinek működik, meg kell nyomni lefelé. Hát lehet, hogy még egy kicsit növekedned kell. Bár egy kicsit az a helyzet, hogy a diótörünk, megnyitjuk a egy mozdulattal nekünk. Tessék? Ha lehet, igen, az szerencsés, ha megtámasztod, és kiváltod a kopájából így, és akkor ott megfogod. Úgy is van, nyugod. Yeah. Azaz, na, azért mégiscsak sikerül, hát az az igazság, hogy azért ehhez is kell valamennyi erő, és akkor azt lehet mondani, hogy a diótörés ebben az esetben az úgynevezett egyszerű gépeket használtuk, az egyszerű gépek, amelyek nem kevesebb munkát, hanem kevesebb erőt igénylő gépek, tehát ez azt jelenti, hogy a dió megtörése nagy erőre van szükség, ezt a nagy erőt úgy tudjuk lecsökkenteni, hogy egy egyszerű gépet alkalmazunk, ennek a karnak a segítségével hosszú úton kis erőt fejtünk ki, és eredményeként rövid úton egy nagy erőt fogunk tudni kapni. Hát ez az egyszerű gépeknek a lélektan. A következő kísérlet, amit szeretnék nektek megmutatni, az már a hőtannal fog foglalkozni. Ha jól meggondolom, akkor a kísérleti eszközeinket ide teszem az asztalra, hogy láthatja mindenki. Kell hozzá egy pumpa, ez egy kutya közönséges biciklipumpa, ez egy palack, ebbe a palackba beletettünk egy dugót, és a dugóban van benne egy ilyen szelep. Ilyen szeleppel lehet fölfújni a labdákat, keményre. Hát akkor nézzük meg, hogy mire jó ez nekünk így együtt. Fogom a pumpát, hozzácsatlakoztatom ehhez a szelephez, és ebben az esetben én már tudom a palackot fölpumpálni. Tehát a palackba fogjunk a környezetből levegőt belepumpálni. Nézzétek meg, ahogy én ezt nyomom befelé, hát úgy egyelőre nagyon nem látszik semmi. Én azt látom, hogy itt egyre nagyobb és nagyobb lesz itt a nyomás. A nyomásmérő műszer ezt mutatja. És egy idő után már alig tudunk megtartani a dugót, a palackból már szíve szerint jönnek ki. Most figyeljetek, hirtelen kirántom a dugót, és keletkezik a palackban egy felhő. Látjátok? Abban az esetben, ha a felhőt el akarom tüntetni, azt mondom, hogy csiribú, csiribá, és nézzétek, egy mozdulattal eltűnt. Ugye? Tehát azt hiszem, hogy szépen látszik. Az a helyzet, hogy maga a jelenség nagyon érdekes, amikor a palackba belenyomjuk a levegőt,
akkor a palacban benyomott levegő megmelegszik. Ha van kedved, akkor gyere te. Gyere te. És akkor fogd meg a palackot, és azt kéne megnézni, hogy tényleg megmelegszik a palack, hogy érezzük-e azt, hogy a palack melegszik. Készüljük. Nem nagyon melegszik, csak egy kicsit. Ebben az esetben a melegedés hatására a levegőben továbbra is orva marad az a vízmennyiség, ami itt a levegőben benne van. Amikor én ezt hagyom és marad, fog meg, most fogod érezni, hogy lehet érezni, hogy lehűl. Ilyenkor keletkezik benne a felhő, és a felhőt úgy tudjuk eltűntetni, hogy megmelegítjük a levegőt, és abban a pillanatban a felhőben levő víz elpárolog. Érdekes, nem? Na, foglalj helyet. Tehát tulajdonképpen a felhőkészítés fizikájából is foglalkoztunk egy keveset. Mutattam, igen, mondjad? Tudja önteni a felhőt? Hát az a helyzet, hogy nem olyan egyszerű dolog ezt így kiönteni. Megmondom azt is, hogy miért, mert nagyon kicsi az edénynek a szája. Amikor, és ahhoz, hogy könnyedén ki lehessen önteni, azt kéne, hogy ebben a palacban levő szerkezetnek más legyen a sűrűsége, mint a környezeté. Nem nagy a sűrűségkülönbség, mindjárt fogod látni. Fogja az ember kinyomba, és ki akarjuk önteni. Hát úgy lehet, hogy fogja az ember, és így egy kicsit így kinyom belőle. Így lehet látni. Jó? Tehát ezt meg fogjuk csinálni. Nos, a következő kísérlet, az már egy olyan kísérlet lesz, amiben ismételten a cseppfolyós nitrogénnel fogunk foglalkozni. Az elején a cseppfolyós nitrogént én beöntöttem a forró vízbe, még semmit nem mondtam róla, de most megnézzük, meg fogunk ismerkedni a cseppfolyós nitrogénnel, és akkor cseppfolyós nitrogénből veszünk egy keveset. Így. Ebbe az edénybe teszem bele. Most az edényről annyit kell tudni, hogy amikor a cseppfolyós nitrogén beleütjük valahova, akkor az le fog ülni. Ez az edény, ez olyan anyagból van, ami ebből mostanában nagyon nagy divat becsomagolni a házakat. Biztos láttatok, hogy a családi házakat, főleg a régieket, ilyen hőszigetelő anyaggal bevonják, és ez a hőszigetelő anyag azért jó, mert kevesebbet kell utána fűteni. Ha megfogjátok, akkor meg lehet fogni, ez hideg? Valamennyire hideg, de ha belegondolunk, hogy ez mínusz 200 Celsius fok majdnem, akkor azért ez elgondolkodható. Nézzétek meg, ez az edényt, amit hoztam, ez üvegből van, hogy lássuk, hogy mi történik benne. Itt van a cseppfolyós nitrogénnel, megtöltöttük az edényt, és az edény hevesen forrásra kényszeríti a nitrogént, azért, mert az edény iszonyatosan meleg. Hát a szobahőmérsékletnek megfelelő a hőmérséklet, és ennek eredményeként a kettő közötti hőmérséklet különbség révén eszméletlenül forra a cseppfolyós nitrogén. Amit még érdemes megnézni, hogy nem sokára a nitrogén lehűti az edényt, és ha lehűtötte az edényt, akkor ez a forrás nem marad abba, de megcsendesedik. Mindjárt fogjuk látni, hogy alig-alig forra a nitrogén, ilyen kellemes kis buborékot fognak fölfelé jönni, úgy nagyjából mostanára meg is csendesedett. Hát ha megnézitek, akkor ez egy teljesen színtelen anyag, ugyanolyan, mint a víz lenne, víztisztán átlátszó, vannak benne buborékok, ha megszagolajátok, van szaga? Nincs szaga, mert ugye a levegőben is, ami körülöttünk van, 71-78% nitrogén van, tehát hogyha ennek szaga lenne, akkor folyamatosan érezném. Ami fontos egyébként, hogy nézzétek meg, cseppfolyós nitrogén most forr. Ráteszem a kezem, így, rányomom, és abban marad a forrás. Látjátok? Ez azt jelenti, hogy én egy varázsló vagyok. Minimum varázsló, mert ha akarom, ráteszem a kezem, akkor nem forr, elveszem a kezem, akkor meg forr. Megmutatom még egyszer, ráteszem a kezem, nem forr, elveszem forr. Na most akkor jó lenne, ha most ezt meg is magyaráznánk ezt a dolgot, mert esetleg este nem tudtok elaludni a nagy gondolkodás közben, hogy hogy is volt ez itt pontosan. Ezt a dolgot főleg azoknak érdemes
megtanulni, hogy ez hogy is működik, aki szeret megfőzni. Ugyanis, amikor megnézzük, ugye mit látunk itt, azt látjuk, hogy van egy folyadék, ami forr. Abban az esetben, hogyha a folyadékból keletkező gázokat nem hagyjuk eltávozni szabadon, hanem lezárjuk, akkor abban marad a forrás. Ahhoz, hogy most ismét forrásba jön, várni kell annyit, hogy a nyomás annyit növekedjék, hogy már a kezemmel ne tudjam megtartani. Na most ebben az esetben, amikor én ezt teszem, akkor a nyomás növelésével el tudom érni, hogy a cseppfolyós hidrogén egy magasabb hőmérsékleten fog forrni. Mire tanít ez meg minket? Ugyanezt el lehet játszani vízzel. Hány fokon forr a víz? Igen, általában ezt szokták mondani a gyerekek, hogy a víz 100 Celsius fokon forr. De ez így nem igaz. Hanem azt kell mondani, hogy a víz 100 Celsius fokon forr, ha a nyomás körülötte tengerszintre átszámított légköri nyomás. Celsius mester annak idején így határozta meg a víz forráspontját, és azóta valahogy elfelejtkezünk arról, akkor még ezt nem tudták, hogy ha a nyomást megnöveljük, akkor a víz forráspontja megnövekszik. Ez azt jelenti, ha akarjuk otthon, nem 100 Celsius fokos vízbe fogjuk megfőzni az ételt, hanem 130 fokosba, ami világosan érthetővé válik, hogy akkor az hamarabb fog megfőni benne minden. Gondoljatok utána, hogy a marhahúsnak a főzéséhez sok-sok idő kell, de hogyha a víz forráspontját fölnöveljük 100 fokról 130 fokra, akkor sokkal hamarabb meg fog főni. Világos. Otthon, ha körülnéztek a konyhában, megtalálhatjátok a kukla gyorsfőzőedényt. Megnézitek, hogy kukla gyorsfőzőedénynek a legizgalmasabb része a teteje. Annak nem csak így ráteszik a tetejét, a födőt, hanem speciális módon rögzítik, és az a födő az olyan, hogy nem tud szabadon a vízgőz eltávozni, hanem egy szelepen keresztül, ami szelep tulajdonképpen a nyomás beállításával el tudja érni, hogy sokkal-sokkal nagyobb hőmérsékleten fog a víz forrni. Világos, ugye? Fölmerül a kérdés, hogy a cseppfolyós nitrogén mennyire veszélyes. Tehát az mínusz 196 Celsius fok hideg, és a kérdés az, hogy ha hozzányúlok a kezemmel, mi fog történni? Nézzétek meg, nagyon egyszerű a történet. A elhatározást kövesse tett, ahogy szokták, hogy ráütöm a kezemre, nem történik semmi. Ráütöm a kezemre, nem történik semmi, ide is önthetem, itt sem történik semmi. Tessék? Hát az a helyzet, hogy megbeszéljük, hogy először is jó lenne tudni, hogy mi történik. Az a kérdés, hogy én azért nem fogok megsérülni, mert fizikatanár vagyok, és mint fizikatanár olyan különleges képességén vannak, vagy valami esetleg már. Most akkor, hogy világos legyen, nézzétek meg, a cseppfolyós nitrogén itt forr. Ez azt jelenti, hogy ő mínusz 196 Celsius fok hideg. Ezt, hogyha a cseppfolyós nitrogént én így tartanám a kezemet, és odaönteném bele, abban a pillanatban, hogy a kezem égési sérülés, pontosabban fagyási sérüléssel lenne tele, akkor, amikor így ráöntöm, akkor a cseppfolyós nitrogén érkezik, kezem által termelt hőtől elkezd forrni, belőle rengeteg gáz keletkezik, és ez a gáz ez nem engedi a cseppfolyós nitrogén, hogy hozzáérjen a kezemhez. Tehát maga a cseppfolyós nitrogénből keletkező gázok, amelyek megvédenek engem. Megmutatom, hogy ezt hogy kell elképzelni. Fogja az ember a vizet, egy egész kevés vizet, kiönt a földre, például azért öntöm ide, hogy ezt jól lehessen látni, vagy ide kiönt az asztalra, akkor azt látjuk, hogy az asztalon ott a víz. Nem folyik le róla, onnan se folyott el, egy egészen piciny helyre koncentrálódik az összes víz. Abban az esetben, hogyha cseppfolyós nitrogént öntünk, nézzétek meg az asztalra, akkor a cseppfolyós nitrogénből az asztalon semmi nem marad. Egy dekányi sem marad. Azért, mert a cseppfolyós nitrogénből keletkező gázok egy úgynevezett légpárnás kis szerkezetet csinálnak, és ezzel a légpárnán akadály nélkül mennek, rohannak ezek a cseppfolyós nitrogén részecskék. Meg lehet nézni még egyszer. Ha még nézitek, semmi bajotok nem lesz tőle. Igen, mondjad.
Azért, mert a cseppfolyós nitrogén nem ér hozzá a forró testhez, a számára forró testhez, hanem a csepp, azt úgy képzeljétek, hogy itt van a forró test, itt van a cseppfolyós nitrogénben egy csepp, és körülötte mindenütt olyan nyomású gáz, ami nem engedi a folyadékot hozzáérni a sem a testetekhez, sem a levényhez. Tehát, hogyha én kiöntöm a cseppfolyós nitrogént például így, egész biztos vagyok, hogy senkinek semmi baja nem lesz tőle, mert nem tudjátok megfogni, mert a nitrogén azon van odébb ugri. Világos, ugye? Azt akarom mondani, a cseppfolyós nitrogénnek ezt a tulajdonságát ki lehet használni arra, hogy az ember tudjon takarítani. A takarítás az azt jelenti, hogy sokszor van úgy, hogy az ember talál egy bútort, és ezen a bútor alatt már sokáig nem söpörtek ki, és akkor ezt úgy lehet megcsinálni, hogy az ember fogja a bútort odébb rakja, ha összesöpri, ez a hagyományos módszer. A másik módszer, hogy fogja az ember egy kis cseppfolyós nitrogént találunk a bútornak, és a bútor alól a cseppfolyós nitrogén az összes koszt ki fogja fedni. Nézzétek meg, beütjük, és ott van az összes szemét a bútor alól kijött, egy mozdulattal. Úgyhogy ha meggondoljuk, a takarításban és a fizika tudás az nem egy haszontalan dolog, ha jól meggondoljátok. Ott van, ha megnézitek, nézzétek meg, az összes porcica ott van az egyéb, az a sarokban, nézzétek meg. Majd előadás végén megnézhetitek, hallgatnak benneteket. De ez egy jó kérdés. Hát az a helyzet, hogy a cseppfolyós nitrogén, hogyha az ember meg akarja vásárolni, akkor vannak olyan cégek, akik ilyennel foglalkoznak, csak hogy a cseppfolyós nitrogén az egy veszélyes anyag, éppen ezért csak fölkent embereknek adnak, tehát vizsgával kell rendelkezni, az ember megkaphassa. Tehát ha például a fizika tanár leszel, akkor nagy valószínűséggel tudsz majd vásárolni. Egyébként meg nagy valószínűséggel nem. Igen? Hogyha megviszem, hogy meg. Az a helyzet, hogy a cseppfolyós nitrogénnek egy következő tulajdonsága az, amit szeretnék elmondani, hogy, és akkor nézzünk erre egy kísérletet, hiszen pontosan ez a lényeg, ezért jöttünk, hogy dolgokat, érdekes dolgokat megismerjünk. Itt van egy palack, itt van a cseppfolyós nitrogénnek az átmeneti tartója. Tegyünk ebbe a palackba egy kevés cseppfolyós nitrogén. Jó, tehát opa, nem sokat, csak egy keveset. Jó, tehát teszünk bele egy kevés cseppfolyós nitrogént. Nézzétek meg, nem lehet megfogni, tehát nehogy azt higgyétek, hogy az nitrogén, az csak az asztalról valami nyilat. Beleteszünk egy kis cseppfolyós nitrogén. Nem sok, az alján van egy kevés. Most fogom, és ebből a dugóval bedugjuk. Így. Most akkor az fog történni, hogy ott bent leáll a cseppfolyós nitrogénnek a forrása. Leáll a cseppfolyós nitrogénnek a forrása, tehát nézzétek meg, abban a pillanatban bedugom, leáll a forrás, és azt látjuk, hogy egyre nagyobb és nagyobb lesz a benne a nyomás, és egyszer csak a dugót ki fogja lőni. Na most, hogyha meggondoljuk, akkor ez egy nagyon tudományos dolog, amikor a cseppfolyós nitrogén forr, belőle gáz keletkezik, és az a döbbenetes, hogy ennek a gáznak a mennyisége elképesztően sok. Egy liter cseppfolyós nitrogénből 1600 liter gáz keletkezik. A válaszom itt van, megiszol egy korty cseppfolyós nitrogén, és keletkezik 1600 kortyi gáz. Ez azt jelenti, hogy az ember neki fölnyomja a testét és fölrobban. Életveszélyes. Több, mint életveszélyes. Nézzétek meg, hogyha elemezzük ezt a kísérletet, itt ez a dugó nyugalomban van. Aztán egyszer csak a dugó ugrik egyet, és miért mi történik? Hát az történik, hogy a bent levő gáz kilő ki a dugót. Mondhatjuk azt, hogy a dugónak a mozgás állapota nagyon gyorsan változik egyet, nyugalomból valamekkora mozgás energiára tesz el. A mozgás energiája lévén elindul fölfelé, elkezd emelkedni, 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 egyszer csak megáll a tetején, és ott M-szer, G-szer, H szorzattal leírható helyzeti energiája lesz. Aztán, ha nem kapjuk ott el fönt, akkor ez fogja magát, és elindul lefelé, és ez a helyzeti energia visszaalakul mozgás energiává, hiszen amikor hagyjuk leesni, akkor nézzétek meg, akkor lefele nagy sebességgel jön, és akár föl tudja lökni ezt a palackot. Világos?
az a helyzet, hogy még azt is meg lehet csinálni, hogy fogja az ember. Figyeljetek, mit fog történni. Akár egy rakétát is csinálhatunk ebből a kísérletből. Ez azt jelenti, hogy a cseppfolyós hidrogén által fejlesztett gáz, kérem szépen, én hoztam egy másikat, de azért hozzátok csak vissza. Hát a cseppfolyós nitrogénből fejlődő gáz nyomásával akár rakétát is hajthatunk. Hát atombombát az talán nem, de minden esetre ilyen mechanikus. Adjátok, majd összeszedjük óra végén. Jó, tehát ne foglalkozzatok vele, megnézzük még egyszer, hogy hogyan is lehet ezt a dolgot nekik megmagyarázni. Ami a legizgalmasabb, amikor egy palackot az ember megvizsgál, kicsit. Amikor az ember egy palackot megvizsgál, akkor azt nézhetjük, hogy ennek le lehet jönni, hogy mekkora térfogata. Ez körülbelül fél literes palack. Ha az ember fogja és beleönti a cseppfolyós nitrogént, lezárja, meghozta, köszönöm szépen. Nagyon kedves. Tehát amikor a palackot az ember lezárja, akkor elkezd a palackban megnövekedni a nyomás, és minél nagyobb lesz a nyomás, annál nagyobbat fog lökni ezen a dugon. Világos, ugye? Tehát, hogyha szépen meggondoljuk, akkor a palack az a környezetből hőenergiát vesz föl, lesz belőle nyomási energia, és abból lesz mozgási energia, majd a legvégén helyzeti energia. Tehát akkor most nektek megadatott az, hogy az energia négy fajtájával találkozhattatok, mint hőenergia, nyomási energia, mozgási energia és helyzeti energia. A legizgalmasabb dolog az, hogy amikor az ember, és ezt a gyerekek ezt szokták a legkevésbé szeretni, hogy a fizikórán néha számolni is kell. Ettől mindenki, egy átlag gyereknek feláll a hátán a szőr, borsózik a háta, stb. Stb. De nem kell megijedni. Nem a bonyolult lesz, az ember tudja, hogy mit csinál. Ha csak néha figyeltek oda a fizikórán, és néha meg nem, akkor tudogatni tudtok majd. Akkor lesz a tudás teljesen egységes, hogyha nem marad ki semmi. Tehát akkor, amikor az energiát az ember elkezdi tanulni, akkor ezt a szót úgy is fogjuk mondani, hogy munkavégző képesség. Tessék figyelni arra, amit mondok. Abban az esetben, hogyha fölvisz az ember egy magasra valamilyen testet, mondjuk egy kalapácsot, vagy egy ilyen vastagot, és onnan elengedi, és az elkezd lefele zuhanni, az rombolni tud. Világos. Ahhoz, hogy rombolni tudjon, ahhoz természetesen a helyzeti energiát át kell alakítani mozgási energiává, hiszen a nagy sebességgel érkező tárgy lesz, amelyik jól tud rombolni. Ahhoz, hogy az embernek nagy mozgási energiá legyen ebben a kísérletben, ez az kell, hogy vagy a palacnak kell nagy térfogatúnak lenni, vagy a palac nyomásának kell nagynak lenni. Vagyis ez azt jelenti, hogyha ki akarjuk számolni, hogy ennek a palacnak mennyi a romboló képessége, mennyi az energiája, akkor össze kell szorozni a térfogatát és a benne levő nyomást. Ha megnézitek, a térfogatot köbméterbe szokás mérni, a nyomást newton per négyzetméterbe, ezt összeszorozzátok, akkor newton szor méter marad. Ugye newton per négyzetméter szorozva köbméterrel, az newtonszor méter. Ezt éppen zsúlról nevezték el, és ez az egy zsúlnyi mennyiség, ami a munkának vagy energiának a mennyisége. Azt, hogy mennyi van ebbe a palacba, az tud átalakulni mozgási energiává, amit úgy számolunk, hogy egy ketted emszer vénégzet, vagyis a tömeget megszorozzuk méter négyzet per szekundum négyzettel, ennek a mértékegysége megint csak zsúl lesz, ugyanúgy, mint az elét. És ha az emszergészerház szorzatot kiszámoljátok, meglepő módon annak is newtonszor méter lesz a mértékegysége, tehát tulajdonképpen azt kell mondjuk, és ami a fizikusoknak annak idején nem adatott meg, hiszen voltak olyan fizikusok, akik a hőtannal foglalkoztak, voltak, akik az elektromosságtannal, voltak, akik a mechanikával. Mindegyikük megtalált egy mennyiséget, ami a munkavégző képesség volt, csak akkoriban még nem az ESI mértékrendszer volt a divat, ezért nehezen jöttek rá, hogy amiben ők mértek, az a hőtanban, a mechanikában, az elektromosságtanban pontosan ugyanaz volt.
akkor még nem jöttek rá, ez az kellett, hogy a mértékegységrendszert egységesítsük, és onnantól fogva nagyon könnyű az energiáról beszélni. Gondoljatok utána, hogyha megvesz az ember egy kiflit, vagy bármiféle élelmiszert, és megnézi, mi van ráírva, rá van írva, hogy mennyi az energiatartalma. De érdekes módon nem zsúlban írják meg, hanem kilokalóriában, ahogyan azt annak idején felfedezték. Világos, amiről beszélt. Ugye? Tehát volt egy csomó olyan érdekes mennyiség, ami az akkori korra jellemző volt. Például a teljesítmény és a munka végzőképesség között az a különbség, hogy a teljesítmény az azt mutatja meg, hogy egy másodperc alatt mennyi munkát tud végezni, és ezt annak idején, amikor az egészet elkezdték kutatni, ez Angliában volt, a bányában nézték, hogy egy ló mennyi munkát tud elvégezni, ezért aztán a munkának az időegységre vett nagyságát, azt lóerőbe kezdték remélni. És akkor világos, hogy honnan jött a lóerő, hát egy ló körülbelül annyit tudott elvégezni. Tehát azért mondom, hogy akkor, amikor megnézték, hogy mekkora teljesítményű mondjuk egy ilyen fénycső, akkor világos, hogy megnézi az elektromos ember, hogy ekkora mennyiségű feszültség és ekkora áram hatására működik ez a lámpa, de ez már nem lóerőbe fog kijönni, hanem egy teljesen más mennyiségben. Tehát, hogyha végig gondoljuk, akkor a fizikusoknak az volt a nehéz annak idején történetileg, hogy mindegyik szakma más és más mértékegységet használ. Valójában ugyanazt használták, csak az egyikből a másikba úgy lehetett háttérni, hogy valami csodaszámmal be kellett szorozni, hogy el kellett osztani. Na most ugye nekünk, nektek valami egyszerű dolgotok van, hiszen már mi egységes rendszerünk van, hogy mindig ugyanabba fog kijönni, zsúlban, vagy ha úgy tetszik, Newton méterben. Megbeszéltük ezeket. Van egy kísérlet, amit szeretnék nektek megmutatni. A kártyások, azok egy... aki szeret kártyázni, az mit szokott csinálni? Az azt mondja, hogy hát akkor fogadásokat kötnek, pénzt lehet nyerni, veszteni, és akkor azt mondják, hogy amikor valaki fogja magát, és egy hazárdírozik, akkor azt mondták, hogy 19-re lapot húz. Ugye 21-ez is az egy kártyajáték. Annak a valószínűség, hogy az ő egy kettes értékű alsót fog húzni, mert nagyon kicsi, világosan lehet látni. Tehát ez azt jelenti, hogy reszkíroz, mint a magyar nyelv. Hát akkor mi is reszkírozunk. Itt van a palack, eddig csak egy keveset tettem bele, és úgy zártuk le. Most tele fogom tölteni, és úgy fogjuk lezárni. Jó? Tehát hogy azért mondom, hogy ha 19-re lapot húzunk, nézzétek meg, itt van a cseppfolyós nitrogén, beleöntöm, és ezek után megtöltjük ezt a palackot cseppfolyós nitrogénnel. Így. Mindig töltünk. Így. Látjátok, tele van cseppfolyós nitrogénnel. Na, még egy kicsit öntsük, hogy külön merre van, azt mondom, lehet, hogy így benne. És most ezután jön a dugó. Ez egy kicsit másmilyen dugó, de nézzétek meg, mit tud. Cseppfolyós nitrogénből csinálunk egy... és szóval tudták, jó? És akkor megint csak azt lehet mondani, hogy mit láttunk? Egy energiaátalakulási folyamatot, hiszen amikor lezártam a dugót, akkor az addig nyugalomban levő cseppfolyós nitrogén elkezdett kifelé sűríteni ezen a lyukon, vagyis a nyugalomban levő testnek mozgási energiája volt. Ha végigkutatjuk, akkor azt lehet mondani, hogy a cseppfolyós nitrogén felületére hatott az a nyomás, ami keletkezett. Ez a nyomás nyomta ki a cseppfolyós nitrogént, mozgásenergia, helyzetenergia, és a környezetét hűtötte le, ezt gondolom ti jól éreztétek, mondja. És miért nem rögtön a palackban? Tessék? Miért nem rögtön a palackban? Már micsodát? Ugye itt van ez a cső. Ez a cső ez azért érdekes, mert amikor a palackban tele van a cseppfolyós nitrogénnel, akkor ez a folyadék legaljára fog leérni. És itt fog belemenni a cseppfolyós nitrogén, és akkor így sűvít kifelé. Jó? Tehát ez egy cseppfolyós nitrogénből készített szökőkút, mondja. Igazából szerintem arra gondolhatod, hogy a nagy tartályban miért nem egy külön palackot. Az az igazság, hogy ennek van egy biztonsági előírása. Tehát az a lényeg a dolgoknak, hogy azért öntöm kisebbe, hogyha bármi történik, akkor kis mennyiség szabad ülne. Tehát én, hogy óvatosan mondjam, amikor azt mondják egy gyereknek, hogy
kés, olló, villag, gyerek kezében nem való, ismerős ez a dolog. Tehát ez egy ilyesmi megszokás. Vigyázzunk arra, hogy a cseppfolyós nitrogén az ne okozhasson gondot. Itt van egy palac. Te leszel az én emberem. Fogd meg is, így emeltől is, mutasd meg, hogy mennyire tudod összenyomni a kezeddel. Jó? Nyomd össze, amennyire csak tudod. Na. Szerintem egy kicsit se tudod összenyomni, azért mert ebben nagy nyomás van ebben a palacban. Kérem szépen, foglalj ezt. Köszönöm szépen, hogy megmutattam. Az a helyzet, hogy most azt fogjuk csinálni, hogy ezt a palackot úgy fogom én összenyomni, hogy hozzá se nyúlok. Jó, tehát, hogy értsétek meg, hogy egy lehet, hogy ilyen visz volt, de nézzétek meg, ez egy olyan kemény, mert felfújt az, hogy a testemmel rá tehintetek, egy kicsit sem, egy csak nagyon kicsit nyúlózik össze, tehát ő esélytelen volt, hogy összenyomni. Az a lényeg a dolgoknak, hogy ez a palack most úgy fog összeolkodni, mert nem nyúlunk hozzá. Na, hogyan kell ezt csinálni? A televízió szoktatok nézni. Ugye? Akkor a televízióban vannak ilyen emberek, aki mondja, hogy küldjetek nekem egy kis energiát. Most ti lesztek, akik küldtök nekem energiát. Jó? Én meg ezt az energiát rásugárzom a palackra, nézzétek meg, ide lerakom, így, és akkor amit küldtök energiát, abban így csinálok. Na most az a helyzet, hogy természetesen ez csak egy poén. Úgy is mondhatnám, hogy így energiát küldeni, így, ez egy felejtős, ez egy nettó hazugság. Jó, tehát akkor aki ilyet csinál, nyugodtan mondjátok meg, hogy ez az ember, ez egy szélhámos, egy gazember. És nézzétek meg, hogyha így csinálok, vagy a tévében láttam, én egy vicsorgok is hozzá, és egyszer fogja magát és összehozza. Jó, jó mennyiségű energiát küldtetek, természetesen, hogyha az ember utána néz, hogy mit is lát itt, akkor az nagyon érdekes, hogy ide teszem a kezem, és akkor láthatjátok, hogy itt egy kevés cseppfolyós nitrogén ebben az edényben van. Tessék? Hát az a helyzet, hogy így egy keveset így bele lehet tapicskolni, de csak megfelelő hosszan. Azt kell látni, hogy a cseppfolyós nitrogénnel ennek a legalját hűtöttük le. Ennek a lehűtésnek az eredményeként ez a gáz, ez átalakult folyadékká. Nézzétek meg, ott folyik az az anyag, ami eddig gázhalmaz állapotú volt, nagy térfogató, és kifeszítette ezt az edényt. Valójában a hűtés hatására a legtöbb esetben a gázok cseppfolyósodnak. Ezt a kísérletet ezért hoztam majd mutatni nektek, hogy lássátok a cseppfolyósodás folyamatát. Lehűtöm a gázt, a gáznak az 1600-ad részére összehúzódik, és úgy lesz belőle folyadék. Ha megnézitek, ez egy nagyon érdekes folyadék, mert az ujjammal is megfogom, elkezd forni. Jól lehet látni, hogy rotyog. Ugye szerintem ez jól lát. Látható? Na most akkor ez azt jelenti, hogy én egy olyan mágikus ember vagyok, aki az ujjammal tudom forrásba tartani a folyadékot. Hozzáteszem, hogy tudatosan válogattam a gázok közül, mert ez egy olyan gáz, amely mínusz fél fokon cseppfolyósodik. Ez azt jelenti, hogy ha mínusz fél fokra lehűtjük, akkor elkezdődik a folyadékképződés, illetve a mínusz fél fok fölött van, akkor elkezd forni. Nézzétek meg, hogy én hagyom, hogy melegedjen, egyre keményebb és keményebb lesz. Körbeadom nektek, nézzétek meg, meg lehet tapogatni. Nyugodtan meg lehet, kicsit hűvös, de nem olyan veszedelmes. Ha elkezditek nyomogatni, azt is lehet látni, hogy a palackot már egyre nehezebb összenyomni. Még egy kicsit lehet, de egyre kevésbé. No, tehát akkor azt hiszem, hogy még egy dolgot meg akarok nektek mutatni. A hőtágulással kapcsolatosan, ugye arra biztos emlékeztek, hogy az ember amikor beszívja a levegőt, akkor a levegő miből van? Hát 78% nitrogén, 21% oxigén, 1% argon, az egy nemes gáz, és aztán azon kívül, ami még azt szokták mondani, hogy egyén. Na most az a lényeg, hogy én a tüdőmmel fölfújok egy légbőrböt. Nem is kell már ugra, hogy veszük meg belőle a gáz, ezért megkötöm, és akkor itt van a léggömb. Na most, ezt a léggömböt le fogjuk hűteni cseppfolyós nitrogénnel.
Jó? Tehát lehűtjük cseppfolyós nitrogénnel. Ha lehűtöttem, akkor nézzétek meg a térfogata, hogyan fog összehúzódni. Egyre kisebb és kisebb lesz a léggömbnek a mérete. Ide letettem a léggömböt, ráöntöm a cseppfolyós nitrogént. Figyeljétek meg, pillanatokon belül elkezd összehúzódni. Egyre kisebb és kisebb lesz, míg a legvégén olyan kicsi lesz a cseppfolyós nitrogénben lehűtött léggömb. Mindjárt mutatom. Tessék? Fogja az ember is, hogy el tudom tenni benne a léggömbben. Ezen a csiribú-csiribál, most fogom megmelegítem, és a melegítés hatására az eredeti állapotába kerül vissza a léggömb. Tehát, ha valaki megkérdezi, hogy itt mit láthatok, sokat mondhatjátok, hogy varázslatosan szép volt, de nem varázslat, ez csak fizika. Tehát akkor ezt mindenképpen nem van is lenni. Ha lehűtjük, a testek összehúzódnak, ha hagyjuk melegedni, akkor kitágulnak. Legjobban ez a gázokon látszódik, mert a gázoknak a hőtágulása az sokkal nagyobb, mint a folyadékoké, és még nagyobb, mint a szilárd halmazállapotanyagoké. Már megint lehet nyomogatni ezt a léggömböt. Tehát nem kell különösebben ettől aggódni. A gázok hőtágulásáról beszéltünk egy keveset. Meg tudjátok mondani, hogyha ma az ember benéz a tévébe, akkor, hogy a rádióba belehallgat, akkor milyen sportesemény van leginkább? Tessék? Most van a fotball VB, így van. Az a kérdés, hogy a foci VB-n, hogyha ki lennétek a stadionba, akkor hogyan lehet a legkönnyebben zajt kelteni? Hát vagy petárdát visz az ember, ami nagyon lövik, tehát minimum letartóztatják, vagy azt is lehet, hogy visz magával egy kürtöt, és abba belefúj. Hogyan lehet házilag ilyen kürtöt csinálni? Ezt szeretném nektek megmutatni. Az első és leglényegesebb dolog, hogy vesz az ember egy léggömböt. Tehát itt egy lufi. Itt van mi. Ez az első kellék. Kell hozzá egy darab cső. Mindjárt mutatom ezt is, meg egy olló. Tehát, ahhoz, hogy csináljunk egy szurkolói kürtöt, kell egy léggömb, egy ilyen cső, meg egy ilyen cső. Na, ilyen csővet hol lehet találni otthon, tudjátok? Elmondom, kinyitjátok a konyhaszekrényt, a mosogató alatt, és ott biztos találtok egy ilyen darabot, csak fűrészt kell, ki tudjátok találni. Tehát ez az első lépés. Ilyen darabot pedig a villanyszerelők használnak, hogy ilyen csövekbe megy a villanyvezeték. Léggömböt azt pedig onnan lehet venni, ahol van, tehát az leginkább a boltba veszünk. Fogja az ember, nézzétek meg ezt a csövet, ide ráhúzza a csőbe ráhúzza a léggömböt. Így. És ezt a léggömböt, köszönöm szépen, ezt a léggömböt szépen ollóval elvágjuk. Figyeljétek meg, hogy csinálom. Azért, hogy otthon meg tudjátok mutatni szüleiteknek esetleg. Tehát fogja az ember és így levágja. Itt keletkezett egy lyuk. Ezt a lyuknál fogva pedig ide ráhúzzuk erre a csőre. Így mi. Itt megszorítom, így belefújok a csőbe. Jó hangos, nem? Na most, hogyha nem tetszik a trombitának a hang színe, akkor vesz az ember egy hosszabb csövet. Nagyon egyszerű dolgunk van, hiszen itt van egy hosszabb cső, ezt a hosszabb csövet egy mozdulattal ide hozzátoljuk, belefújjuk. Tehát akkor ilyen egyszerű csinálni egy csövet, egy csúkolói fűtőt. Ha valakinek van nagyobb tüdeje, és van egy kicsivel nagyobb csöve is, akkor még nagyobb hangzavart lehet kelteni. Itt van egy másik cső. Nézzétek meg erre a csőre, ugyanúgy ráhúzzuk a léggömböt, ahogy eddig tettük. Így. Oldalra elhúzzuk, nézzétek meg, hogy kell. Úgy kell rátenni, hogy ez teljes egészében lefedje ezt a csövet. Ezt így oldalra elhúzza az ember, hogy ez így bezáródjék. És ilyenkor belefújjunk. Természetesen ebből hosszabbat használunk, akkor még mélyebb lesz a hangzat. Amit érdemes megnézni, ezt a hártyát, ami itt ezen a csövön van. Figyeljétek meg, belefújok.
látjuk, hogy ez a hártya így fölle remeg. Amikor ez így fölle járkál, akkor lövdösi ebben a csőben a levegő, és ez a levegő lengésbe jön. Azt, hogy mekkora lesz a hangnak a magasság, az pont attól fog függni, hogy milyen hosszú a cső. Mert a csövünk rövid, akkor magas hangú lesz, ha a csövünk hosszú van, akkor pedig mély hangunk lesz. Meg tudjuk csinálni ezt egy szívószállal is, úgyhogy inkább azt is megmutatom nektek. Szívószálból is tudunk készíteni dudát. Az a helyzet, hogy ma már egy kicsit macerás dudát csinálni szívószálból, mert betiltották a műanyag egyszer használatos szívószálakat. Papírból lehet, de a papírból egy kicsit nehezebb ezt kialakítani. Az első leglényegesebb dolog, az ember megfogja a szívószálat fogóval így, nem kell félni. És szép lassan, egyre nagyobb erővel meggyújtjuk. Nézzétek meg, hogy így elvékonyodik ezen a részen a szívószál. Na most, ezen a részen kialakítunk egy úgynevezett nyelvsípot. A nyelvsíp úgy készül, hogy elvágjuk ezt körülbelül így 45 fokos szögben így, csúgy. Aztán elvágjuk így, csúgy. És a végéből egy egész picit le kell csípenteni. Nem sokat, csak egy keveset így. Láttátok? Na most. Fogja az ember, és ezt a szívószálat így elkezdi bejáratni. Így. Még annyit lehet, hogy egy kicsit az ember így megfújítja az ujjával, és hogyha ez kész, akkor be kell izáig kapni, és belefújjuk. Tehát ha megváltjátok, akkor ilyen vicces dolgokat is lehet csinálni. A szívószálunknak a működése nagyon egyszerű. Ha ebbe a kis szűkületbe belefúj az ember, ott belül a szűkületben a két nyelvecske között föl fog gyorsulni a levegő. A felgyorsult levegőben lecsökken a nyomás, és a kívül itt, ahol az ujjamban mutatom, ezen az oldalán áll a levegő, mert ugye ott nem tud menni tovább, akkor ott nagy lesz a nyomás, a két nyelvecske között pedig kicsi, és ennek eredményeként ez becsukódik, kinyílik. Ezért aztán azt történik, hogy megindul, megáll a légoszlop, és hogyha ez így történik, akkor kialakul benne egy hang. A hang magassága pontosan attól függ, hogy milyen hosszú a szívószál. Világos, ugye? Hát ha nem lenne teljesen világos, akkor próbáljuk a szívószálunkat megtoldani. Hogyan lehet egy szívószálat egy másik szívószállal megtoldani? Hát megint csak az, hogy előveszünk a fizikatudásunkat. Itt a szívószál, ez a ceruza, és én elkezdem ezt a ceruzát forgatni, és ebbe az irányba így be lehet befelé tolni. Nézzétek meg, hogy a szívószálnak ez a vége kitágul, és hozzá lehet kötni így. És már össze is toljottuk. Most, ha belefújok. Szóval akkor azt hiszem jól látszik, hogy akkor ez mélyebb lett ez a szívószál. Ha én ezt most így lehúzom, lehet hallani, hogy magasabb lett. Ha még magasabb szívószálat akar az ember, a hangot, akkor ezt csináljuk. Azt hiszem, hogy ez elég egyértelmű. Ahogy rövidült a szívószál, pontosan úgy emelkedett a hang magassága. Ha meg fölteszitek a kérdést, hogy akkor ez tulajdonképpen mit is jelent, gondoljatok utána, hogy ennek a tudásnak a segítségével, ha nagyon akarunk, akkor tudunk építeni egy hangszert. És akkor nézzünk meg egy egyszerű hangszert. Van, aki közületek zenél? Senki nem érzene órára? Fejjel. Na minden esetre, hogyha fogja az ember is ezt a szívószát elkezdi megnyújtani, az első lépés, hogy a szívószálnak a falát elvékonyítjuk. A második lépés, hogy kialakítjuk a nyelvsípot. Itt van egyszer, aztán még egyszer. Tehát ugye ez pontosan azt sem, mint az előbb. Emlékezzetek a megismételhetőségre, ugye a fizika kísérlet megismételhetőségéről beszélünk. Itt van megint csak szó. Most azt fogom csinálni, azért kérdeztem, hogy van-e közületek, aki jár
zenét, valamilyen zenét tanulásra, akár énekre, szófűzre, vagy valami hegedű, akármilyen zenére, akkor ugye ott a hangok, amiket az ember akár énekórán tanul, hogy ez a do, ré, mi, fa, szó, lá, ti, do. Tehát akkor, hogyha ez megvan, akkor egy oktávnyi hangterjedelemben tudunk valamit csinálni. Nézzétek meg, ha azt mondom, hogy legyen ez a do, akkor a következő do, ami egy oktávval magasabban szól, az úgy néz ki, hogy megkeressük ennek a közepét. Ennek a közepét megtalálja az ember, és oda nem elvágja a szívószálat, hanem csak bevágja, akkor az fog történni, hogy itt keletkezik egy lyuk. Itt van is, itt pedig jól látszik. Befogom ezt a lyukat, ugyanúgy szól, mint ahogy kell. Tehát egy oktávval magasabban szól. Most már csak azt kell megcsinálni, hogy ide közé kell faragni az összes többi hangnak megfelelő lyukat. És ha most azt mondom, hogy a do után lá lesz a következő hang, ide teszünk egy körülbelül idáig. Hát így nagyságrendileg el lehet találni, pontosabban akarja az ember, akkor nem állt egy előre egy fizikakönyvet kiszámolni, hogy pontosan hány centiméterre kell, vagy milliméterre kell, és akkor do, szó, do, lá, do, re. Itt a ré. Hát, hogyha a következő hangot elkészítjük, akkor a dolgok, mint pár szólászi dolgból jön a következő. Meg kell, hogy mondjam, hogyha van kezdetek, akkor otthon el lehet vele játszani, akár még a boci-boci tarkát is el lehet utána vele játszani. Egyébként a hangszerkészítés az egy nagy művészet, és hogy mennyire régóta tehát egészen művészi dolgokat tudunk csinálni. Mi kell hozzá? Fizikacsodás, nem? Tehát egyértelmű, hogy a mostantól fogja rájöttek, hogy csak fizikát kell tanulni, abból kijön minden. Természetesen ez egy kicsit vicces, de azért nagyjából így van. Amit szeretnék most nektek megmutatni, léggömbből csináltunk dudát. Megnézzük, hogy egy léggömb az mit bír ki. Jó? Itt van egy léggömb, inkább ezt, ez jó erős. Ezt a léggömböt én fölfújom. Így bír. És most jelentkezzen az, aki szeretné kidurrantani ezt a léggömböt. Gyere! Jó? Tehát akkor elmondom, mit fogunk csinálni. Itt van egy szék, üljélek. Úgy, amikor ez megvan, akkor megmutatom, hogy mi lesz a segédeszközöd. Csináltam én egy fakirályat. Ebben a fakirályban van egy csomó szög. Meg tudod számolni, hogy hány darab van benne? Nézzük meg. A 121, ugye, mert 10-szer 11 a 101, meg 11 a 121. Jó, akkor az lesz a feladat, hogy odaadom én neked ezt a léggömböt, és ezt a léggömböt ezen keresztül kinyújtott kézzel kell nyomni, és egy kézzel egyelőre, jó? Az a lényege, várjál, hogy oldalra nem húzhatunk le, csak függőlegesen lefelé, és egyenletesen növekvő erőre. Jó, tehát hogyha megnézitek, akkor nem sok esélye van. Mi a kereszt neve? Csenge? Szép neve, nem mondtál? Na. Tehát akkor nézzétek meg, hogy Csenge akárhogy is küzd, nem nagyon megy neki, még a keze is remeg az erőlködéstől, és hát nagyjából azt kell mondanom, hogy ez megint csak fizikával meg tudjuk magyarázni. A szögről mindenki tudja, hogy az éles hegyes, Csenge, nézd meg, elég hegyesek ezek a szögek? Nem elég szép? Nem? Miért? Te hegyesebbet gondoltál? Hát te csapj egy nagyot rá, nehogy már rácsapja, megszúrja a kezedet, azért ezek hegyesek. Na, tehát akkor az a lényeg a dolgoknak, hogy fogja az ember és elkezdi nyomni, és ez a léggömb, ez nem tud kidurranni, nemes egyszerűséggel egyet nagyon nagy oka van.
mindjárt meg is magyarázom ezt nektek, maradjál még csak csöngő, aztán meglátjuk, hogy mire jutunk. Itt van egy darab szög. Otthon ezt a kísérletet elvégeztem. Rátettem a szöget a léggömbre. És utána elkezdtem rátenni súlyt. És azt néztem, hogy mekkora súlynál fog kidurranni a léggömb. Egy 20 dekás súlyt még elbír. Egy darab szög. Az nem túl nagy a 20 deka, de ha 121-szer 20 dekát kéne felemelni, mert ugye 121 darab szöget számoltunk meg együtt, így van, akkor az azt jelenti, hogy ez közel akkora, amikor egy átlag gyereknek a súlya. Tessék? Tehát közel akkora, mint egy átlag gyereknek a súlya, ez azt is jelenti, hogy a 121-szer 20 dekagramot mire. Tehát ez egy általános iskola alsó gyerekről beszélünk. Nem akkoráról, mint én, jó? Hogy mennyire izgalmas ez a történet, most azt fogjuk megnézni, megkérjük a csengét, hogy üljön rá a léggömbre. Jó? Tehát akkor azt fogjuk csinálni, hogy gyerekek állják, hogy jól lássa mindenki, ide letesszük a széket, és ide rá kéne ülni. Jó, annyit tegyél meg, várjál, mielőtt még leülsz, hogy kiveszed a zsebedből a bicskát, meg a csavarhúzót, meg ilyeneket, hogy hátul ne legyen semmi, ami kiszúrhatja. Akkor jó, akkor üljél le. Jó? Kényelmesen ülj rá. És amint látjátok, a léggömb simán megtartja a zsengét. Gondoltad volna, hogy ma léggömbön fogsz ülni? Nem. Nem. Na hát akkor mindenképpen ezt lehet tudni, hogy foglalj helyet. Te is rá akarsz ülni? Hát a 80 kiló alatt szemem. Próbáljuk csak meg. Szép lassan ereszkedjél rá, melyik vásárlát magad. 80 kiló alatt lehet. Tehát akkor azt hiszem, hogy... Jó, 80 kiló. Azért érdekes dolog, mert hogy segítek, hogy menjen ez. Az a helyzet, hogy a léggömb nagy felületen fog találkozni a székkel is, nagy felületen fog a fogsiával is találkozni, és ezen a nem túl nagy nyomáson, ez a nagy felületen ez egy nagy erőt fog adni. Gondolkod volna, tudjuk? Na látod, hát még egyszer mondom, hogy ez a kísérlet, amit érdemes otthon majd megnézni, főleg, hogy tudtok szerezni egy átlátszó léggömböt, leteszi az ember a léggömböt az asztalra, és ha leteszi, akkor az fog történni, hogy az asztalon egy ponton ér hozzá csak a léggömb az asztalhoz. Ez az egy pont, ez egyre nagyobb és nagyobb lesz, az ember elkezd így a kezével, nem fog kidurrani, hidd el. Egyre nagyobb és nagyobb felület lesz, és azt lehet mondani, hogy a levegőnek a nyomása, ami ott bent van, megszorozva ennek a felületnek a nagyságával, az fogja adni az erőt. Még ha kicsi is a nyomás, a felület olyan nagy lesz, hogy ez akár egy embert is elbír. Tehát az a helyzet, hogy higgyétek el, hogy a fizika tanulása sok mindenben segít. Még akár rosszalkodni is jobban lehet majd. Úgyhogy ugye azt megnéztük, hogy mit tud az ember a légkörben. Most a legközelebbi kísérlet egy kicsit legyen elektromossággal, jó? Amit szeretnék nektek megmutatni, az egy olyan kísérlet lesz, amiben meg akarjuk olvasztani ezt a szöget. Tehát megolvasztjuk. Tudjátok, hogy a vasnak mennyi az olvadás pontja? Tessék? De az az igazság, hogy ki mit mondod? 1600 pont. Hát majdnem. Egész pontosan a nagyon tiszta, tehát a tiszta vasnak 1536 fok az olvadás pontja, az öntött vasé 1200, az még már abban vannak közvetek is, és aztán, hogy itt kibírja ezt a nagy hőmérsékletet, ide teszünk egy kerámiát. Ez a kerámia lesz az, amelyik elszenvedője lesz a lecsöppenő vasnak. Itt van ez a transformátor. Ez a transformátor, ez egy mikrohullámú sütőből lett kiszedve. A mikrohullámú sütő elromlott, a transformátor az árlatos lett, de csak az egyik fele, és ennek eredményeként én fogtam azt a transformátor oldalt, amelyik a nagy feszültséget csinál mikrohullámú sütőből, fűrészen kiváltam. Beletekertünk helyére három menetet. Egy, kettő, három menet. Ha odafigyeltek majd fizika órán, akkor el fogja mondani a tanítónő vagy tanítóbácsi, hogy a transformátornak két tekercse van. Van egy egyik oldal, amit primer tekercsnek hívnak, van egy másik oldal, amit szekunder tekercsnek hívnak.
A primer tekercset általában a hálózathoz illesztik, hát az megkapja a 230 voltot. Ha a szekunder tekercsnek a menete nagyobb menetszámú, mint a primer tekercs, akkor a feszültség az nagyobb lesz. Ha kisebb, akkor pedig kisebb. Tehát itt látjuk, hogy a 230 voltos tekercsnél ez lényegesen kisebb menetszámú, ezért ennek a feszültsége pici lesz. Néhány volt lesz mindösszesen, de ami nagyon izgalmas, hogy a teljesítménye megmarad, ezért aztán az lesz, hogy a feszültség mellett, ami számunkra a kísérletben nagyon fontos, hogy meg tudjuk a vasat olvasztani, föl fog növekedni az áramerősség sokszorosára. Tehát a kísérletünkben egy olyan eszközt látunk, amely úgy van megcsinálva, hogy a hálózati feszültségből egy kisebb feszültséget csinál, de nagyobb áramerősséget. Ahhoz, hogy meg tudjuk a vasat olvasztani, nekünk nagy áramerősségre van szükségünk. Itt több száz amper áram fog folyni. Azt kell mondjam, hogy a lakásban a legtöbb áramot fogyasztó eszköz sem lesz nagyobb, mint 16 amper. Arra szólnak olyan is a dolgadó biztosítékok. Így, és akkor most ezen a szakaszon, ha bekapcsoljuk az áramot, itt meg fog olvadni a vas. Hogy hogyan? Ezt nézzétek meg. Bekapcsolom. Amit érdemes megnézni, ha esetleg fizika órán előkerül ez a kísérlet, akkor azt kell látni, hogy nézzétek meg, ezen a részen egy nagyon vastag vezeték van, és ez egy nagyon jó vezetőanyagból van, részből van, vörös részből. Ez a rész, ez egy kisebb keresztmetszetű, és ez acélból van, vagy vasból. Ez azt jelenti, hogy ennek a vezetőképessége rosszabb, mint ezért. Tehát, hogyha megkérdezzük, akkor itt fog fejlődni a nagy mennyiségű hő. Bekapcsolás pillanatában nagyon fog zúgni ez a trafó, mert akkor még nagyon nagy az áram. Ahogy elkezd a vas melegedni, egyre halkabb lesz, és akkor figyeljétek csak meg a kísérletet. Bekapcsolom. Elkezd füstölni, elkezd ellilulni, elkezd világítani, egyre melegebb és melegebb lesz, és a legvégén fogja magát, és meg is tudjuk olvasztani. Úgymond. Ott van a lecsöppent vas csöpp, az ott van, nézzétek meg. És hát gyakorlatilag meg tudjuk olvasztani a vasat elektromos áram segítségével. Megégetett? Nagyon? No, tehát az a lényeg a dolgoknak, hogyha megnézitek, akkor a vasolvasztás nem is van bonyolult dolog, mi kell hozzá? Fizika tudás. Ez az elsősorban fizika tudás. Még egy kicsit itt hagyom, főleg azért hagyom itt, mert hagyom, hogy kiüljön, mert ez még tűzforró. Amit viszont szeretnék megmutatni, hogy hogyan lehet áramot fejleszteni. Nézzétek meg, ilyen fúrógépeket vettem. A fúrógépeknek van egy akkumulátora, ha megnézed, akkor ez teljesen üres doboz, ez ki lett szedve belőle az akkumulátor, viszont a fúrógépnek a motorjának a kapcsolóját is kiszedtem, tehát a fúrógép motorja ide ki van vezetve. Így, ennyi az egész. Ebből nem is egyet csináltam, mert rögtön többet is. Itt van még egy, meg még egy. Van három darab fúró, és akkor most kéne nekem három darab. Én veletek megbeszéltük, hogy jöttök. De csak maradjál a szerepeltünk. Gyere, te meg lehet te is, jó? Ha van kedved, jó? Jó, akkor megvan. Azt akarom mondani, hogy kapsz egy fúrót te. Egyet te. Elmondom, mi lesz a feladat. Meg kell nézni, megnézzük közösen, hogy ki tudja leggyorsabban forgatni a kart. Ezzel fogjuk kezdeni. Rokon, most kezdhetjük. Gyere egy kicsit elé, várjátok, hogy jól lássuk. Úgy, na gyerünk. Na ki tudja leggyorsabban? Na, ki a leglassabb szerinteted? Ő a leglassabb, mert elmondom, hogy miért egyébként, tehát megint a fizikus van, akkor gyanakodjatok, hogy átvertetek verve. Elmondom, hogy mi a helyzet. Nézzétek meg! Az ő karjának a hossza, bocsánat, ez kiesett, de mindjárt itt szaradtunk, az ő karjának a hossza a legrövidebb. Ez azt jelenti, hogy neki kellett a legnagyobb erőt kifejteni ahhoz, hogy meg tudja tekerni a kurvival. Tehát nézzétek meg, ez ilyen hosszú. Tegyük ide, ez ennyivel hosszabb. Ez is hosszabb annyival, tehát ez egy ilyen nettó átfelés, ugye ideig ez érthető.
Tedd már meg azt, hogy most így van, legyetek nyugodtan, tekerd meg tiszta erőbe, ahogy csak bírod. Gyorsabban, nehéz, ugye? Na most akkor mutatok egy trükköt, vegyük ki az akkumulátortartót. Mit csináljuk? Hát, így kivesszük. Na most próbáld meg még egyszer megtekerni. Mi történt? Sokkal könnyebb visszarakom. Így. És most próbáld meg még egyszer. Most jóval nehezebb. Na, lássátok meg, hogy ami történik, hogy amikor megforgatja a kudlit, akkor áramot termel. Egészen addig, ameddig az áram nincs felhasználva, könnyű meghajtani. De a tejét, tiéd, az nézd meg, elég ravasz módon én ezt így rövidre zártam egy dróttal. Úgyhogy a termelt áram az rögtön fékezéssel lett használva, úgyhogy bocsánat, hogy ilyen viccét, de valakinek ezt is el kell kérteni. Köszönöm, élet. Na most. Most jön a következő, hogy tényleg áram termelődik, azt adok nektek egy-egy ilyen izolámpát, és ezt hozzá kell kötni. Mutatom, hogy mit kell csinálni. Ide hozzá kötjük, ebbe bele kell ide így dugni. Úgy? Mind a kettő. És világítani fog. Na, akkor tekerd meg, lássuk, hogy hogyan megy. Jó, erősen kell, gyorsabban. Hát, ez nem annyira megy neked, de valamennyi áramot termeltünk. Jó, hát azért, este azért ez otthon kevés lenne. Jó, várjál. Megnézzük a másikat. Teljes termelje te is áramot. Úgy. Nézzük, hogy ki a gyors, ki az ügyesebb. Na gyerünk, jobban tekerjél, várjál, lehet, hogy meg kell itt. Ha, pillanat. Bocsánat, na majd most jobban fog menni. Hát ez még kevésbé. Na, elmondom, hogy itt is az történik, hogy itt valamekkora feszültségű, 12 voltos feszültségű áramot tudunk termelni. Az egyik az egy 6 voltos izzó volt, a másik 12 voltos, és amelyik kisebb teljesítményű volt, kisebb feszültségű, az világított jobban, tehát most ez is egy kivett átverés volt, de még nincs vége az átverések sorozatának. Akarom mondani, a tanulságok sorozatának hoztam egy vezetéket, és ezzel a vezetékkel azt fogjuk csinálni, hogy összekötjük a két fúrót. Ezt dugjuk bele oda, ezt meg dugjuk bele az oda. Mindegy. Egyelőre mindegy, majd meglátjuk egyébként. Oda be kell dugni, látom, hogy megzsegtek. Jó? Jó? Nem megy? Úgy van. Na most, akkor az lenne a kérdésem, hogy tartsad te így, te pedig léces tiszta erőből tekerjél. Jó? Másik irányba. Amint látjátok, itt is csinálunk. Meghajtjuk a villanymotornak a tengelyét, és akkor a villanymotorból rögtön egy áramtermelő gép, egy dinamó keletkezett. A keletkezett áramot vezetéken elszállítjuk, és ott ezt rögtön egy motorba belevezetjük, és akkor ennek eredményeként mi történik? Hát meg tudtuk mutatni azt, hogy az erőműben megtermelik az áramot, vezetéken eljuttatják, és ahol kell, ott fel tudjuk használni. Természetesen ez annyira szimmetrikus, hogyha most megkérlek, hogy fordítsunk szerepet, ugye aki eddig nem kurvizott, az most kurvizni fog. Te tekerted, ugye? Na, hát akkor most cseréljük fel a szerepeket, jó erősen tekered. De ki is megy, visszafele tekered. Na most megint cseréljük szerepet. De engedd el és te tekered. Látjátok, oda-vissza működik. Jó, tehát igazából azt kell mondjam, hogy ezek az eszközök megtanítanak minket egyszerű dolgokra, nem, tényleg nem bonyolult dolgokra. Ezek a nem bonyolult dolgok arról szólnak, hogy hogyan lehet a mechanikai munkából elektromos áramot csinálni. Na, most akkor nekem most kéne egy jó karba levő fiú. Na, akkor gyere te, jó, ti meg köszönöm szépen, ki lesztek a... Úgy. És elmondom, hogy meg szeretném mutatni nektek azt, hogy egy ilyen akkumulátor, amit ide betesz az ember, hogy egy ilyen akkumulátorban mekkora teljesítmény van, mekkora energiát tudunk kivenni belőle. Úgy fogjuk csinálni, hogy én hoztam egy padarabot, jó, ezt majd én fogom kezelni, és azt pedig te. Nem, azt a kurbli. A tetről ezt engedd el. Nézzétek meg, én most a kurbli helyett beteszünk ide egy ilyen fúrófej. Ez mit jelent? Úgyhogy te fogod termelni az áramot, én pedig megpróbálom kifúrni ezt a padarabot. Nézd, egy rendes ember vagyok, mert egy nagyon kicsi
fadarabot hoztam, és akkor nézzük meg, hogy jó a forgás irány. Jó irányba forog, igaz? Hát ugye így kell forogjon, jó fele forog. Most akkor azt tudjuk csinálni, hogy már egy kicsit tegyük, hogy így fogod. Jó? Tudod úgy tekerni? Jó. És akkor amit látjátok, tudunk fúrni. Várja, most nem jó, másik irányba, merje. Hogy neked, hogy kényelmes? Jobb kézzel, kicsit. Jó, akkor nézzétek meg. És akkor tekerjed. Én már az akkumulátoros fúró már kívül kinyírta volna, nézzétek meg. Nem tudom, hogy telik az idő, de szerintem még alig fúrtuk ki. Tehát az, amire szeretnék mondani, hogy a villamos energia, a villamosgépek hihetetlen nagy teljesítmények az emberekhez képest. Csak egy egyszerű fúró, nézd meg. Egészen kicsi lyukat már sikerült csinálni, ennyi idő alatt 10 lyukat is fúrhattunk volna. Mozog és megnehezik. Na hogyan csináljuk egyszerűen? Kipróbálod magad? Na akkor csináljuk még egyszer. Na? Le kell valamit fixálni. Na fixáljad. Amit látjátok, hiába fixálunk jobbra-balra bármit, egy ilyen fúrógépnek a teljesítménye az álljon meg, tehát ez tök felesleges, úgyse fog menni, meg kell, hogy mondjam neked, ülj le kérlek. Egy ilyen fúrónak, hogy az ember megnézi a feliratát, talán te is megnézheted, rá van írva, hogy mekkora teljesítmény, megtalálod? Mit ír? Azt hol írja? Azt nem írja, csak azt írja, 12 volt és 500 fordulatig lehet eljutni. Egyébként ez körülbelül 7-800 watt teljesítmény egy ilyen fúró, ami azt jelenti, hogy egy ember 100 wattnál nem tud többet jellemzően kifejteni. Ez azt is jelenti, hogy nagyságrendileg gyöngébbek vagyunk, mint a gépek, hiszen a gépeket ezért találtuk ki, hogy helyettünk dolgozzanak. Tehát mindenképpen azt, amit érdemes megtanulni, hogy a gépek azért vannak, hogy helyettünk elvégezzék a nehéz fizikai munkát. Ha megpróbáljuk fölvenni, akkor ilyen csúfos felsülés lesz, nem? Tehát, de még egyszer mondom, hogyha én próbálkoznék, nekem sem menne sokkal jobban, valószínű. Sőt, mint több. Úgyhogy így van. Na, most akkor még azt szeretném megmutatni nektek, hogy amikor az ember kísérletezik, akkor nem baj az, hogyha pontosan tudja, hogy mit is csinál. A kísérletek közül, amit én szeretnék nektek megmutatni, van egy nagyon érdekes növény, úgy hívják, hogy kapcsos útifű. Nem tudom, hallottatok-e róla. A kapcsos útifű az egy nagyon érdekes növény, mert nem virág keletkezik rajta, hanem a növényen, ami van, az valójában egy spórával szaporodik. Tehát ez azt jelenti, hogy amikor a növénynek a rendszertani besorolását biológiából megcsináljuk, akkor ez nem az a típusú virágja van, hanem egész egyszerűen egy alacsonyabb fejlődési részből itt maradt ilyen ősnövény. És ez a kapcsos útifűnek ez a spórája, ezzel tud szaporodni. Így néz. Ha fogja az ember és ezt a spórát megpróbálja meggyújtani, így, nézzétek meg, gyufával ide tesszük így, akkor egy darabig látjuk, hogy elkezd megbarnulni, és talán sikerül meggyújtani. De hogyha ég, akkor is csak nagyon lassan. Látszik, ugye? Most kémia órán tanultatok-e valamit arról, hogy mi kell az égéshez? Három dolog kell éghető anyag. Oxigén is. Hát az már a végeredmény lesz, tehát éghető anyag, levegőből oxigén, és meg kell gyújtani, tehát ugye kell egy kis elindításhoz, kell egy kis hő. Szerintem ez szépen látni. Abban az esetben, hogyha kíváncsiak vagyunk, hogy az égés sebessége mitől függ, akkor meg tudjuk mondani, hogy az égés sebessége függ attól is, hogy mekkora a hőmérséklet. Tehát ez nem túl nagy hőmérséklet, tehát úgy is mondhatnánk, hogy ez olyan kicsit ég, hogy alig-alig ég. Vislákból mondanám magyar nyelv. Abban az esetben, ha meg tudjuk csinálni, hogy az oxigén nagyobb felületen találkozzon a spórával, akkor ez egy kicsit másképpen fog ez a kísérlet kinézni. Nézzétek meg, most
az égető tálka helyett a spórát beleöntöm egy töltsérbe. Elég sokat öntök, csak azért, hogy a kísérlet ez tényleg legyen olyan, hogy szórakoztató. És ha még bele fogok itt fújni, akkor a levegőt hozzákeverem a spórához. A levegő részecskét mindegyik, tehát a spórának a részecskét mindegyiket levegő veszi körül, és ennek eredményeként, ha meggyújtjuk, akkor valami egészen más égést fogunk látni. Figyeljétek meg! Ennyi idő alatt elégett a spóra. Pedig ez sokkal több volt ez a spóra, mint az előbb. Megmutatom még egyszer. Megmutatom még egyszer, de amit majd érdemes megnézni, a művelődési ház elvállalta, és ha körülnéztek, akkor lássátok, hogy kamerával föl is veszük ezeket a kísérleteket. Ennek az egésznek az az értelme, hogy később, ha van kedvetek, akkor majd megnézhetitek ezeket a kísérleteket még egyszer. Valamelyik YouTube csatornán fönn lesz, vagy a művelődési házén, vagy az enyémén, ezen még gondolkodunk. De a lényeg a dolgoknak az, hogy megnézhetitek azt, hogy a spóra égése, hogyha levegőt keverünk hozzá, és minden spóra szemkét levegővel körül van, és ott van a hozzá égése szükséges oxigén, hogy egy spóra meggyullad, az a spóra égése során másik kettőt legalább megjön, de inkább kettőt, hármat, négyet. Ez azt jelenti, hogy akkor már négy spóra ég, és mindegyik meggyújt ugyanannyit, és egy úgynevezett kémiai láncreakciót tudunk létrehozni. Ez a kémiai láncreakció olyan elképesztően gyors, hogy egy villanási idő alatt a kísérletünk lezajlik. Nézzétek meg még egyszer, amit érdemes megnézni, hogy amikor az a végét nézitek, akkor lehet látni, hogy egy gömb alakot fog fölvenni. És az a gömb alak, ez pontosan azért van, mert hogy ahogy távolabb áll, melegszik a kísérlet, mert a kísérletünkön a végés során hőfejlődik, és ez a hő kitágul, és az a tágulás eredményeként egy ilyen gömb, egy úgynevezett tűzgömb keletkezik. Úgyhogy végül, de nem utolsó sorban, az elköszönő kísérletet készítem össze, megint vizet forralok, megint cseppfolyós nitrogént fogok beleönteni, de most fölcseréljük a szerepeket. Hát bele fogom önteni a cseppfolyós nitrogént, a cseppfolyós nitrogénbe fogom beleönteni a forrásba levő vizet, ami ebben az izgalmas, hogy a két folyadéknak eltérő a sűrűsége. A víznek a sűrűsége nagyobb. Emlékezzetek vissza, amikor a vödröt elővettem, akkor a vödörbe öntöttünk a cseppfolyós vizet, a forrásba levő vizet, és bele a nitrogén. Alulra a sűrűt, fölülre a ritkát. Most fölcseréljük, alulra tesszük a ritkát, fölülre a sűrűt. Ez azt jelenti, hogy ők helyet akarnak cserélni, és a helycserélés közben, ezek egymással nagyon nagy felületen fognak találkozni. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy a hőcsere sokkal-sokkal meredekebb lesz, intenzívebb lesz. Az lenne a kérdésem, hogy ti hárman meg te, kicsit gyertek át ide erre részre, jó? Ott valószínűleg kicsit nedves lesz a kísérlet, de csak gyertek onnan, ha mondom, akkor azt jókon van rá. Jó, és akkor nézzétek meg. Jó? Látjátok, figyeltek ide, és akkor ez a kísérlet lesz, amivel elköszönök tőletek. Köszönöm a figyelmet, tanuljatok ezentúl mindig fizikát. Hát azt hiszem, hogy ez eléggé látványos, sőt köszönöm még egyszer. Sziasztok!